A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor támogatója a Shure by Eurythmics. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a hangfoglalás percek nézőit. Az elkövetkező percekben Szaszával fogunk beszélgetni, aki már egy jó ideje itt van egyébként a hangfoglaláson. Teljesen véletlenül együtt is ebédeltünk, no nem egy asztalnál, csak láttalak, hogy a családdal együtt itt voltál. Mennyire van alkalom arra, hogy a család is elkísérjen az ilyen programokra? Mennyi időt tudtok együtt tölteni? Üdv mindenkinek, sziasztok! Üdv itt a Shure-nak a standján. Köszönöm szépen, igen, együtt ebédeltünk. Kevés. Hát azért most ez ilyen különleges alkalom, meg szerencsére, hogy vasárnap van, mert hogyha péntek-szombat lenne, akkor nehéz lett volna összeegyeztetni a dolgot. Rengeteg a buli, az oral is van, akusztik is van, action is lesz. Van itt azért rengeteg gitármánia, szekeres gitármánia is lesz, Szekeres Tamásnak a gitáros iskolájába járom. Na, erről fogunk majd természetesen beszélni, de pici fiadról azért kérdezhetlek, hogy ő most mennyi idős? Öt éves gyesen lévő kispapa vagyok, úgyhogy nyugodtan kérdez bármit, mindenbe segít. Ez mit jelent, ez a gyesen lévés? Hát az, amióta megszületett, azóta vele vagyok, mert a feleségem sokat dolgozik, úgyhogy rajtam mindent lehet látni, szülési utáni fájdalmakat, depressziót, és az egész minden, amit mondom, a otthon levő. De például a depressziót úgy tűnik egész jól, kiheverted már azóta. Igen, van egy-két zenekarom, szórakoztatom magamat. Lekötöd, az segített. Na nézzük akkor ezt a jó pár zenekar. Kezdjük, mi van akkor az Action-nel? Az Action október 30-án újra töltve lesz. Ez egy érdekes történet, 10 évvel ezelőtt abba maradt. Nem lett lezárva, nem kiléptünk belőle, nem oszlattuk föl. Nem is lesz visszatérő koncert, hanem újra töltjük a fegyvert. Új zenészekkel, Snag Zoli, ő az Abba egyébként a Hollywood Rose-ból, ő a dobos, Egyházi Gábor, akivel szintúgy a Szekeres Tamás gitáriskolában együtt játszom, ő a basszusgitáros, illetve rengeteg vendéggel október 30-án egy zúzós műsort rakunk, amit tudni kell róla, hogy teljes felépítés az alapjától a végéig, tehát 94-től összeomlás, terror, Sex Action, illetve a 7. és még utána közben még a 8-as lemez is, tehát mindegyikről átfogó képet fogunk adni. És aztán utána, mik a tervek hosszú távon? A terv a következő, ha ez jól sül ez a dolog, már pedig jól fölhúzzuk a fegyvert, akkor valószínű, hogy van arra lehetőség, hogy amikor például nincsen Zoral, nincsen Hollywood Rose, akkor olyan napokon, olyan fesztiválokon jövőre el tudjunk menni, akár motoros fesztiválra, akár pedig kiemelt fesztiválokra, mint a Volt, esetleg Sziget, ilyenekre, ahol megfelelő időben, megfelelő műsorral azért szórakoztatni tudunk. Hát kis hardcore, most már nem árt mindenkinek. Na, akkor ugorjunk a következő zenekarra, mi a helyzet az Orállal. Az Orál az most dübörög, mint őrület. Ismétel, most nem is tudom, hogy hanyadik lemezünket hoztuk ki, de ami az érdekessége, hogy a lemez felvételnél 32 darab nótát kellett felénekelnem, mert Ramónia alapon jött ki, Ramonszokat dolgoztunk föl. Az előző lemezünk is 32 nótás volt, ott duplán volt, tehát volt az Zoral cirkusz és az Ármi, 16-16 nóta lett belőle, itt eleve már 32 volt a Ramónia, illetve még hozzájött 32 darab DVD-s nóta, mert hogy új DVD-nk is készül, úgyhogy mondtam a srácoknak, hogyha lehet, akkor jövőre, tudom én, egy 93 nótát vegyünk már föl. Hát most mit nekem az, hogy ez először tavaly csak 32-t, most 64-et, jövőre 90 akárhányzat fölénekelem, hát most valami lesz, csinálunk belőle DVD-t, lemezt, dupla lemezt, ezt, amit lehet, tehát igazából nagyon termékeny az Orál. És hála Istennek rengeteg bulija van, jövő héten megyünk Szombathelyre, Sopronba, Nagykanizsai buli is beugrott, tehát valamikor azért duplát is lejátszunk. A csúcsom egyébként 3 évvel ezelőtt, amikor egy nap alatt 3 bulit kellett lenyomni. Erdőkertesen játszottunk 15 órakor, 16 órakor játszottunk, 18 órakor játszottunk Gödöllőn, és utána pedig még egy éjszakai bulink volt. Hát azért komolyan mondom, a végén direkt oda tettem még plusz egy-két számot, hogy ne az legyen már, hogy csak másfél órát énekelek. Ennyi volt, és az úgy nem megy, hanem tényleg az legyen, hogy végén azért el esett mondani, hogy 3 bika másfél óra lement. Hozzáteszem, most egy kicsit szakmázunk, hogy a Shure tökéletesen kibírta egy ellenmel mind a 3 bulit. Nagyon na, durva tessék. Volt. Ja, Duracell-el, bocsánat, az, hogyha szabad ilyet mondani, mert a nyuszis elem az nagyon viszi. Tehát az akkor, van, amikor egy ilyen hülye elemet teszel bele, és fél perc alatt már ledurran, az nem jó.
Na és hogyha ennyire pöröksz, akkor honnan és miért az energia a szasza akusztikra? Miért hát volt erre szükséged? Ez egy tökéletesen érdekes ilyen dolog, mert akárhány zoralom van, folyamatosan jönnek az emberek, hogy énekelj Sex Sectiont, Norbika a legjobb példája rá. Ez idegesít egyébként? Hogy nem. Hát nyilván örülsz neki. A Sex Section itt van a hátamon, itt van a szívemben, itt vagyok én, magam vagyok az. Természetes, hogy az emberek azt szeretnék, hogy énekeljek. Ha már lehet, akkor példálozunk egy idős zenész társunkkal, Ozzy Osbourne mondta, hogy ameddig élek, addig dedikálok, énekelek, ez a dolgom, ezt teszem. A Sex Sectiont akarnak tőlem hallgatni, ez tökéletesen érthető dolog, ugyanúgy, mint Actiont is. És akkor erre vannak olyan lehetőségek már, hogy kisebb klubokban, mondhatni kocsmákban is le lehet ülni egy szál gitárral énekelgetni, és akkor elő lehet venni egy teljesen más formába azokat a nótákat, amiket már játszottunk. Természetesen érdekes, amikor az első akusztik bulim volt, akkor egész végig hiányérzetem volt, mert hogy hol van a basszusgitáros, meg hol a dobos. Miért nem zúz annyira a gitár, mint szokott? Hát a Mátyás Attila mellett megmaradni nem lehetett, mert ő dupla ládás marssal olyan hangosan hallgatott mindent, hogy levitte a fejemet. Erre például nagyon jó az URH-s mikrofon. Akarom mondani, fülmonitor. De nem fura egyébként tényleg, hogy nyilván azért hangzásban kicsit így ebben a formációban másabb, mint amit megszokhattál te is, meg a közönség is. Mivel hogy az Orralnak van egy akusztikus verziója, a Macska Jaj, ami a Barbaro Attilára épül az egész, ő egy zseniális zenész, 900-800-1010 magyar régi slágert szerzeményt, Máté Péter, Szécsi Pált, Beatrice-t, Hobót, mindent el tud gitározni. Nem, mert ennek is megvan a maga feelingje, illetve hát ennek is csináltunk, például volt egy Zoral akusztik verzió is, annak is megvan, és így ebbe a formában a Sex Sectionök, illetve hát most azzal játszunk, hogy olyan nótákat játszunk, amiket nagyon régen, illetve egyáltalán nem hallottak, tehát és ezeket most hál' Istennek újra tudjuk feléleszteni. De gondolom te is lubickolsz, ebbe élvezed nagyon. Hát persze, egyértelmű, mert azért a 20 év az mégiscsak 20 év, arról beszélek, és ez... Most én is kiadhatnám a sorozatomat úgy, mint ahogy Kalapács Józsi tettem, azért összeszámoltuk, neki 17 lemeze van, nekem szerencsére 19 jött ki, de hát mondjuk az csak az egész életművem neki. Ővele is fogunk egyébként nem sokára beszélgetni még a mai nap folyamán. Említetted, hogy azért elég sok koncert is van, ez így Magyarországra koncentrál, vagy határon túlra is szoktatok menni? Ritkán megyünk határon túlra, Felvidékre esetleg oda-oda meghívnak, Erdélybe jártunk. Jobbára a magyar területeken azért úgy be van véve nekünk egy jó kör, és akkor ilyenkor hát pont most van a váltás, most jön a büdös kis klubokba, megyünk a jó kis nagy levegő után. Nagyon fontos ilyenkor egyébként a füles monitor, most mondom visszatérve megint egy picit a szakmára. Nem másért, nem a fülmonitort például nem használom fesztiválokon, mert eleve adott, hogy jó a cucc. Persze vannak, akinek olyan igényei vannak, a mi zenénk az nem, az ott zúzás van, ordít minden, mint az őrület. Ellenben, amikor bemegyünk egy ilyen pici helyre, ezek az őrült zenészek, már hogy a társaim, ezek ugyanúgy hagyják a pótmétert. Mindegyik dupla ládás marssal, és akkor bemegyünk egy egri kazamatába, gondold el, ahol egy voltíves kör van, és tiszta beton az egész, hát ott aztán meg lehet őrülni. Ilyenkor a füles monitor egyébként rendkívül jó segítség, ki tudom zárni a zenekart. Úgyhogy most a klubozgatás kezdődik, igen. Miután ez a Ferencvárosi Televízióban is látható lesz ez a beszélgetés, kihagyhatatlan a kérdés, igen, hogy nagyon-nagyon nagy Fradi Drucker vagy, és akkor még finoman fogalmaztam, de most ez is egy friss hír, hogy egészen komoly funkciót is kaptál a meccseken. Változás van az életemben, elmondhatom. Sok-sok év naplopás után sikeredett 48 évesen munkahelyt találnom. Ez a Ferencvárosi Tornaklub és a ceremónia mestere lettem. Szakmázunk egy kicsit. 1974-ben a stadionnal egyetemben Pali bácsi építette az akkori hangtechnikát, amivel időben most már gondok voltak, és ezért hívtak el engem, mert hogy szeretnének egy jó hangulatú, jó mérkőzést, illetve hát amit még ott lehet még pluszt hozzátenni, akkor azt próbáljam meg. Hát megpróbáltam. A 74-es hangosítást sikerült megszólaltatnom, az MLS ezért meg is büntetett 300 ezerért rögtön. Nem csak egy beszólásom volt, hogy bíráltam a bírót, hogy szerintem nem volt sárgalap, de mindegy, ezt mondták. De komolyan volt ilyen büntetés? Igen, az újság is megírta, sőt a Népsport rovatában szerepeltem, hogy mondták, hogy ilyeneket még nem hallott a pályán, hogy nem volt az. Hát figyelj, hogy kommentátor mondhat, az én nem, most már én is tudom, most már más találtam ki.
és igen, 48 évesen lett munkahelyem, nagyon érdekes volt, megkérdezték. De akkor ez egy fizetett munkakör ezek abszolút, szerint. Abszolút, abszolút. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen hirtelen sikerült dolgot munkára lelnem. 5 évnyes után. És tulajdonképpen az érdekessége az volt, hogy mondták, hogy az előző munkahelyről kellenének azok a papírok, hogy olyan tudod az a papír. Hát kérem, nekem 1992-ben volt utoljára munkahelyem. Ha milyen papírt, semmit nem tudok már adni, de hát ezek szerencsére már ilyen külső dolgok. Már össze van fogva a tábor, és arra tart az egész Fradi, hogy egy olyan közönségünk legyen, ebben én is szeretnék tevékenyt részt venni, amikor a csapatunk nem áll olyan helyzetben, hogy esetleg ünnepelni tudjunk, ha ünnepelni, akkor egyből énekelés van. Közös énekelés a táborral, a Bélközéppel és az egész stadionnal, az zseniális, de legalább ilyen kiemelkedő volt, most a Kispest meccs ellen elvesztettük a mérkőzést, és hát végtére is elkezdtek énekelni az ellen szurkolók. Mit tehetek én, mint frontember ilyenkor hozzá, bár ott nem én a frontember vagyok, mert a csapat az első, hanem én is elkezdtem énekelni, és zseniális érzés volt, amikor a stadion visszafordult, és mindenki velünk együtt énekelte a nótát. Én azt mondom, hogy igazából egy jó hangzás, egy jó megszólalás, és semmi más vágyam nincs, csak az, hogy egy arénában, egy nagy stadionban játszani, mert ott úgy megdörren minden, és amikor veled énekel még 16 ezer ember, hát az annál jobb érzés a világon nincs. Köszönöm, Sasza, hajrá, Fradi! Köszönjük, hajrá, Fradi! A műsor támogatója a Shure by Eurythmics.